Számtalanszor aggódunk azon, hogy a vörös ujjunk tart, és a helyén van a mém. Most elhoztam nektek az én tippjeimet, hogy hogyan tartsanak a karácsonyi időszakban egész nap a rúzsotok. Sziasztok, Szűs Tarcsányta vagyok, az Insta stílus nagykövete, mutatom az én tippjeimet. Először egy korrektor réteget fogunk felnyomni a szánkra, pont azért, hogy tartós maradjon a rúzsunk. Szépen, ugyanúgy, mint hogy a szem környékén korrektoroznál, ráviszik ezt az alapozó réteget. Ez fogja a rúzsunknak a tartóságát biztosítani. Amikor ezzel megvagyunk, jön a kontúrozás. A kontúrozás mindig úgy kezdjük, hogy az ajkunk tetejétől haladunk folyamatosan kifelé, és szépen megrajzoljuk a szemünk formáját. Amikor ezzel megvagyunk, akkor most jön a csel, én az egész szájat át fogom satírozni ezzel a kontúrceruzával, mutatom is nektek. Meg is vagyunk, végig körbe festettem az egész ajkamat ezzel a pontot, szerintem most pedig a rúzs jön. Most azt én ugyanúgy egy ecsettel fogom felvinni, mivel azért sokkal jobb és biztosabb, hogyha ecsettel dolgozunk, mint hogyha csak a rúzst használnánk. Már itt is a rúzsom, illetve a rúzsecsetem, és akkor azt fogom tenni, hogy ezt szépen felviszem az ecsetre, és akkor elkezdem. Nagyon fontos a rúzs felvételénél, hogy a kontúrokra nagyon figyeljünk, mert utána a piros rúzs nagyon nehezen tudjuk javítani. Amikor már készen vagyunk a rúzsétegnek a felvételével, akkor most jön egy kis újabb tipp. Optikailag növelni fogjuk az ajkainkat, mégpedig úgy, hogy középre egy kis rózsaszín rúzst fogunk felvinni. Mert itt is a rózsaszín rúzsom, ugyanúgy hagyom ezt a kis pirosat rajta, hiszen nem baj az, hogyha keveredik a két rúzs. És akkor középre egy kis rúzsaszín tűzünk fel, és ezt majd szépen el is dolgozzuk. Amikor végeztünk a pink rétegünknek a felvételében, akkor azt a problémánkat fogjuk kiküszöbölni, hogy a fogunk nem maradjon lúzos. Szerintem mindannyian kerültünk már ilyen kínos szituációba, ezt nagyon könnyen elkerülhetitek, mégpedig, hogyha az ujjatokra ráharaptok a két ajkatokkal, mutatom is. Így jól látszik, hogy a felesleges rúzsétek az ujjunkon maradt. Utolsó lépésként egy fültisztítóra korrektort fogunk felhelyezni, és ezzel fogjuk kijavítani a hibáinkat, valamint egy keretet adunk az egész piros rúzsas ajkainknak. Ha követitek trükkjeimet, garantálom, hogy karácsonykor a vörös rúzsotok a helyén marad. Vörös rúzsa fel, boldog karácsonyt, sziasztok!